menni. Igen, az egy szép, igen, kéz a kézben, ábrándul, hogy melyik a végig, vagy nem. Nem volt hát már... Mert mikor én voltam, nyár volt, nagyon meleg volt, tehát panaszkodott mindenki, hogy olyan büdös, de én meg voltam felzva, nem éreztem sem. De én nem éreztem, megmondom őszintén, a tengernek a fislehelletét éreztem. Ilyen igazi vízillatot, vagy szagot, vagy hogy mondjam, nem tudom, de annyit tudok mondani, hogy ott a... Ott, ami a tenger, vagyis tenger, hát a tó és a mert az tó, ugye? Egy tengeri kikötő, de a tó, annak ellenére, hogy belejárnak a tengerjáró, óceánjáró hajók. És hogy mondjam, ott azon a sétáló részen voltunk, ott semmi ilyen nem volt, ha bementünk odébb egy kicsikét, mert bementünk egy kis bort megint, hogy hagyjuk már egy kis olagbort, mert mindenütt a bor. Hát egyértelmű. Fehér bort. Én is. Na, köszönöm szépen. És a olatoknál? Igen. Jó. Hát több van fehér bor, mint vörös inkább. A vörös a franciáknál van. Meg a portugáloknál van. Van Ausztráliában is, sőt Új-Zélandon is, meg ilyenek. Na, csak azt akarom mondani, hogy ittunk, hát megmondom őszintén, túl-on-túl le volt fűzve. És az elveszi a bornak az a bor az egy ilyen 15 fok körül, 13-15 fok körül adja ki az igazi illatát, zamatát, akkor a legjobban élvezhető. Hát ez egy kicsivel több, de így is nagyon jó, nem? Segítség. Finom. Mindig csak rá kell vezetni az embernek valami. És mindig kortyolgat. De én azt nem szeretem, mikor valakinek kitöltök hasznuk. És egy műs. Ez egy büntény. Az egy büntény. Ez ugyanolyan büntény, mint valaki a borba vizet ölt. Az egyéb aljasságra is alkalmas. Na ez az ásány. Almai. Almai. A nagyon rossz bort. Akkor inkább fordítsuk meg úgy, hogy kár elmondani azt a kellemes almalei ízt ezzel a rossz borra. Így még kiegyezünk. De mikor valaki a vízet önt a borba, a hátamon áll az a kilencső. Föl, úgyhogy nem szabad. Nem, az réteg.